A Da Vinci Egyesület szervezésében, amely idén ünnepli fennállásának és működésének 15. évfordulóját, a hétvégén megnyílt a 15. hagyományos nőnapi kiállítás Péter révén, melynek a helyi közösség adott otthont. Ennek a kiállításnak külön jelentőséget adtunk. Nagyon fontos számomra, hogy a nők azok mindig merjenek többek lenni, mint háziasszony, vagy anyuka, vagy dolgozó nő. És itt most a mai napon nagyon sok olyan nő lesz jelen, aki bemerte ezt vállalni. Tehát vagy vállalkozó, vagy továbbfejlesztette tudását, vagy tovább tanult, érettebb korában fejezte be az egyetemet, vagy a közösség életiből veszi ki a részét. És annyira büszke vagyok rájuk, hogy ezt külön kiszerettem volna hangsúlyozni, mert valahogy úgy mindig elfelejtjük azt, hogy megemlítjük, hogy egy nő tényleg mindenre képes. A Da Vinci alkotóművészek csoportjának tagjai az elmúlt időszakban 112 képzőművészeti alkotótáborban, valamint 107 kiállításon vettek részt úgy az országban, mint külföldön. Ezen kívül jótékonysági festőtáborokat és műhelymunkákat is szerveztek gyermekek számára. Sikeres tevékenységükért számos elismerésben és jutalomban részesültek. A Lélekkel megfestett síkság című emlékkönyv kiadása nem csak a csoport munkájában nyújt betekintést, hanem népszerűsíti magát Péter révét és az itt élő lakosok életét és munkáját is. A 15 éves jubileumát ünneplő Da Vinci alkotócsoport arra törekszik, hogy az alkotó munkába folyamatosan bekapcsolja a fiatal nemzedéket is. Én kiskorom óta nagyon szeretek festeni, és úgy 2-3 éve már itt vagyok a festőcsoportban. Nekem az ilyen kikapcsolódás, hogy itt vagyok ebbe a csoportba, meg a festészet is. Pasztellal festek mostanában, és nagyon is szeretem. A tájképek, meg a csend élet is nagyon az én világom. Nekem a festészet az... körülbelül 4 éve kezdődött, és otthon kezdtem el ceruzarajzokat készíteni, és egyszer a tévében láttam a Da Vinci csoportot, és kíváncsi voltam, hogy talán kipróbálhatnám egy kicsit komolyabb eszközökkel a festést, illetve a rajzolást, és 3 éve csatlakoztam a csoporthoz, olajfestéket használok, és általában leginkább tájképeket, illetve virág csendéleteket szoktam festeni, de mostanában már az emberi portrékhoz is kacsingatok. 5 éve vagyok tagja, és nagyon örülök neki, hogy végre valahova tagosodtam, és így én is kifejezhetem a saját elképzelésemet, az élményeimet, a sikereimet. És az én festményeimet én mindig ajándékozásba szoktam odaadni, nem szoktam eladni, és nagyon örülök annak, mikor így egy ünnepségen elviszük, és nagy örömmel fogadják. Szép az a csokor virág is, de az hama elher vagy, ezt meg állandóan föl lehet tenni a falra. Ott marad egy örök emlék, hogy én ezt kaptam. A nőnapi tárlat megnyitóra az alkotócsoport tagjain kívül meghívást kaptak Péter Réve vállalkozó hölgy tagjai is, akikre a falu méltán büszke, hiszen munkájukkal, különleges energiájukkal, ambíciójukkal és kitartásukkal hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez, bebizonyítva ezáltal, hogy a nők mindenre képesek, emelte ki Pece Magdolna, a Péter Évei helyi közösség titkára. Akkor döntöttem úgy, amikor az egyetemen után nem kaptam sehol sem munkát, mint agrármérnök, és nem voltam hajlandó tovább várni arra, hogy majd valahonnan egyszer csak szólnak, hanem a hobbiból varázsoltam egy fő foglalkozást magamnak, ami már az idén 5 éve, és jó érzem magam benne, ami a lényeg szerintem minden foglalkozásban. 4 éve működik, úgy indult, hogy lehetőség volt arra, hogy ahol addig dolgoztam, átvegyem azt az üzletet, hogy saját vállalkozást indítsak benne, ugye. Én éltem a lehetőséggel, és 4 éve csináljuk. Most lesz március 8-án pont 4 éve, hogy dolgozunk. Ott dolgozik a férjem is, most már a kismenyem is, úgyhogy teljesen családi vállalkozás lett az egészből.